kísérletben azt fogjuk megvizsgálni, hogy a fénysugár lámparalel üveglemezen hogyan halad keresztül. Elcsúny fénysugarat az egyik oldallapjára, a másik oldallapja a lámparalel lemeznek az előzővel párhuzamos, tehát ez egy párhuzamos oldallapú fénytörő közeg. A beérkező fénysugár az első fületen visszaverődik egy része, másik része megtörik és behatol az új közegbe. Itt megint az egy része visszaverődik, de a visszavert fénysugár a másik, ezen a új első törőközegen megint törést szenved és kijut. Nagyon jól látszik az is, hogy a két fénysugár, visszavert fénysugár egymással párhuzamos. A beérkező fénysugár nem csak visszaverődik, hanem másik része meg is törik, és elhagyja a második törő felületet. De ha most is megnéznénk azt, hogy az eredeti fénysugárral hogyan halad tovább, akkor most is ugyanazt veszük észre, hogy párhuzamosan halad ez a két fénysugár is. Tehát nem csak a két törő felületről visszaverődött fénysugarak haladnak tovább párhuzamosan, hanem az eredeti és a két törés után.